Jó estét kívánok, ez az Aktuális. Nagyszabású rendezvényre hívja a lakosságot a Békéscsabai önkormányzat. Szeptember 15-én ünnepeljük ugyanis a Városháza megnyitásának 150. évfordulóját. Erről beszélgetek a következőben Bacsa Vendel jegyzővel. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást! Tehát 150 éves évfordulóról van szó, egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi is a Városházának a jelentősége a Békéscsaba életében. Városházának a jelentősége? Hát a városnak a fő épülete, talán azt kell mondjam, és hát maga az apropó, ugye az évszám 1873. szeptember 15-én egy díszközgyűlés keretében került felavatásra a ma is látható épület, a Városháza, ami egy különleges épület, hiszen egyrészt egy szép, romantikus stílusú épületről van szó, ami én azt gondolom, hogy kiválóan illeszkedik a városképbe. Elmondhatom egyébként, hogy rendszeresen járom a megyeugú városok szövetsége által a többi megyeugú várost, úgyhogy nincs rejtegetni valunk, vagy nincs félni valunk a városházánkkal, hiszen megállja a helyét bármelyik megyeugú város városházájával szemben. Úgyhogy egy szép épületről van szó, és azt gondolom, hogy városunk egyik ékessége. Arról talán beszéljünk egy kicsit, hogy ezért a lakosok sokat járnak ide relatíve, de egy picit most más oldaláról közelíthetjük majd meg ezt az épületet. Milyen programokkal várják majd ide az érdeklődőket? Igen, hát a 150 év alkalmat ad arra, hogy a lakosságnak tényleg egy kicsit részletesebb képet tudjunk alkotni a Városházáról. Ezért néhány programmal készültünk a lakosság, kifejezetten a lakosság irányába. Erre 15-én, ahogy említette szerkesztő asszony, 15-én pénteken kerül sor. Az első program az 13 óra 30 perckor kezdődik, amikor Ugrai Gábor, a Békéscsabai Városvéd és Városszépítő Egyesület elnöke tart egy vezetést a Városházán. Ezt a vezetést aztán megismételjük 15 órakor, akkor jómagam fogom kísérni a látogatókat, illetve 16 órakor pedig polgármester úr, Szarvas Péter polgármester úr fogja kísérni a látogatókat. Hát erre a programra regisztrációt határoztunk meg, mert nem akartuk azt, hogy tumultozós jelenetek legyenek, úgyhogy 25 fős kontingenteseket biztosítottunk. Hát ezek már megteltek, tehát itt már sajnos erre már jelentkezni nem lehet. Aztán 18 órakor egy díszudvarba, pontosabban a középső udvarba, ugye ez mindenki máshogy hívja az udvarakat, a középső udvarba, ahol a városházi esték szoktak megrendezésre kerülni, ott lesz egy koncert, amit az Alföld Quartett fog prezentálni. Majd 19 óra 30 perckor, ez már a főtéren, tehát a Szent István téren, a Körös Quintett fog egy koncertet adni, és 20 órától tervezünk egy látványos lézersót, vagy egy ilyen kivetítős épület előtti nagy felületre egy ilyen vetítéssel kapcsolatos lézersót. Ha egyébként rossz idő lenne, akkor az udvari koncert az a díszteremben kerülne megrendezésre, a lézersó pedig akkor a következő nap, tehát az a szombaton este 20 órától, ugyanúgy 20 órától kerülne megrendezésre. Abban az esetben esetleg, hogyha rossz lenne az idő, ugye a főtéren, illetve a díszudvaron is azért jóval nagyobb létszám fér el, hogyha esetleg a díszteremben lenne a program, akkor lenne valami létszámbeli korlátozás? Nyilván hát ugye a díszteremben egészségesen, tehát normális körülmények között egy 180-200 fő fér el, tehát ott lesz egy ilyen probléma. Folyamatosan nézzük egyébként az időjárás előrejelzést. Reményeink szerint egyébként jó idő lesz, úgyhogy tudjuk a város házalátogatóit fogadni. Még egy programeremre felhívnám a figyelmet, mert itt a Városháza jelenlegi dolgozóinak volt egy kezdeményezése, mégpedig egy olyan kezdeményezés, amely arról szól, hogy 19 városházi dolgozó a Városháza 150 éves évfordulójának tiszteletére 150 kilométert fog lefutni 15-én, valamikor a hajnali órákban indulnak, és a befutóra pedig a lézersó előtt kerül sor. Ők honnan indulnak és hova érkeznek? A városházáról indulnak, városházán lesz mindig a váltás, és a városba alakítottak ki egy viszonylag balesetbiztos kört, úgyhogy azokat fogják róni egész nap.
Visszakanyarodva egy kicsit még a programokhoz, ön is említette, hogy fog majd tárlatvezetést tartani. Esetleg egy-két érdekességet el tudná nekünk árulni, hogy mi az, amit láthatunk majd? Igen, hát a városháza bemutatása gyakorlatilag úgy történne, hogy a városháza előtt kezdenénk, a városháza történetével, a városháza épületével kapcsolatban tartanánk egy tájékoztatást a városháza jelen állapotával, jelenlegi helyzetével kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban még, hogy mik a terveink a jövőben, felújítás vagy kicsit a hibáknak a korrigálása terén. Lesznek érdekességek, nem szeretnék mindent elárulni. Talán ami érdekes lehet, az a padlásnak a bejárása, ahol még az eredeti gerendák láthatóak. Nyilván a cserépborítás, illetve cseréplécek már cserébe voltak, de a gerendák azok még az eredetiek, amik ott láthatók. Illetve láthatóak a korabeli kémények, ugye régen még az irodákat szénnel fűtötték, egyenként kályhákkal, tehát minden irodának a kéménye gyakorlatilag megvan, ki van alakítva. Hát ma már ugye nem így történik az épület fűtése, illetve hűtése, mert ugye klímaberendezésekkel. Azt jól tudom-e, hogy a pincében annak idején volt börtön, és majd ezt is meg lehet nézni? Igen, a pincében, pontosabban az épület hátsó részében korábban börtön került kialakításra, majd a pincében is volt egy börtön, az már a háború utáni időszakban. Hát ennek a megtekintésére most sajnos nem lesz mód, mert a napokban csőtörés volt, az eláztatta a teljes pincénket, minden ott tárolt eszközzel együtt, úgyhogy ez most nem lesz lehetséges. Pedig minden bizonnyal azért a lakosok is érdeklődve nézték volna, mi azért a kollégákkal viszonylag sokat járunk a városházára is, ezt még szerintem közülünk sem tudta mindenki. Igen, hát a börtöncella, én azt gondolom, hogy nem egy felüdítő látvány. Valóban. Lesz csütörtökön is egy olyan programelem, ami talán érdekes lehet, hiszen régi korábbi köztisztviselőket fognak majd köszönteni. Hány főről van szó összesen? A nyugdíjas köztisztviselőkkel való találkozás egyébként rendszeres, tehát minden évben megtartjuk ezt a rendezvényt. Hát minden évben változó létszámmal jönnek nyilván, akik ráérnek, nem érnek rá, egészségi állapot, stb. Közben, de bőven 100 fölötti létszámmal számolunk idén is. Hogyan fogják majd őket fogadni? Mivel fogják őket fogadni? Egy kis zenés műsorra, a polgármester úr köszönti őket, illetve egy kis zenés műsorra, illetve kis meglepetéssel is. És van még egy kiegészítő, az már inkább a jövő hétre vonatkozik, és inkább a közgyűléshez tartozik, itt pedig egy zászló lesz majd a főszerepben. Így van, így van. Elmondom előzetesen, hogy a 125. évforduló alkalmából egy emléktábla került elhelyezésre az Árkád sor egyik oszlopán, úgyhogy ezt most nem akartuk megismételni, viszont egy emlékzászlónak az átadása vagy avatására kerül sor, ami később majd a díszteremben kerül kifüggesztésre. Erre kerül sor a közgyűlés első részében, egy ilyen díszközgyűlés keretében, illetve ott is lesz még egy ilyen rövid ismertető a városházával kapcsolatban. Volt-e már esetleg arra hasonló példa, hogy egy picit szélesebb körben is kinyitották a városháza kapuit, és beengedtek olyan diákokat, esetleg lakosokat, akik jobban megismerhették így a városházának a működését? Igen, a diákokkal rátapintott szerkesztő asszony a lényegre. Diákok számára gyakorlatilag évek óta biztosítunk egy úgynevezett Nyílt Nap a Városházán című rendezvényt. Ekkor a diákpolgármester, illetve az egyes középiskolákból érkező diákokat fogadjuk a díszteremben. A díszterem berendezése ilyenkor kialakításra kerül, mint a közgyűlések során, tehát az asztalok, szavazógépek is be vannak állítva, és itt egy tájékoztatást adunk gyakorlatilag a diákoknak arról, hogy a városházán milyen tevékenység folyik. Az egyes szakterületek osztályvezetői is elmondják, hogy az ő osztályokon milyen tevékenység folyik, és az egyes beszámolókat a diákok tulajdonképpen, mint egy szavazással, mint ahogy a közgyűlésen a képviselők döntenek, szavazással fogadják el, úgyhogy mondjuk van kipróbálni még a szavazógépet is. Hasonló kezdeményezés egyébként lesz még a jövőben? Terveznek ilyesmit? Hát 150. évfordulót már nem tervezünk, de nyilvánvalóan, hogyha nagy lesz az igény, vagy nagy sikere lesz ennek a kezdeményezésnek, akkor elképzelhető, hogy évenként visszatérünk egy ilyen nyílt nappal, ami nem csak a diákoknak, hanem esetleg a nagy közönségnek is szól. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk ma. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Ez volt az aktuális. Korábbi műsorainkat megtalálhatják a behír.hu oldalon is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!